Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt látható ezen a képen. Az indiai mitológiában az elefánt szimbolizálja a szerencsét, a gazdagságot, a nyereményeket. És én így tekintem ezt a kártyát. Látható, hogy itt van a kezében az arany érmét így szórja kifele. Az is lehet, hogy gondoskodik másokról, segít neked anyagilag, de az is lehet, hogy ő szórja most a pénzt. Amit az érmék itt a kezében még jelentenek, a nyeremények, az anyagi helyzet, a munkája, a hivatása, de a belső értékek is. Hogy te értékes vagy számára. Itt látható a mozgás, előre mennek az események, közeledik hozzád. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható ő, mint egy király, elfoglalja a helyét az életben, megvan ez a büszke tartása, figyeli az eseményeket, nagyon magabiztos. A kezében a kard utal a levegő elemére, a könnyűségre, azon kívül az ötleteire, a gondolataira és a kommunikációra. Itt döntésekről lesz szó, és ő beszélni akar veled. És hogy közeledik hozzád, illetve hogy fogadod te ezt el, erre utal itt ez a kép. Te vagy itt a királynő, a király és a királynő, tehát egy vonalban vagytok. Azon kívül itt látható az arany érem a kezedben. Tehát nálad is fontos rendezni az anyagi dolgokat, vagy megnézed ezt az arany érmét, és biztos vagy abban, hogy megvan nálad a tudás, a tehetség, és élni akarod a hivatásodat. Szeretnél egy jó anyagi helyzetben lenni. Amit ez az érem itt a kezedben még jelent, a föld eleme. Tehát reális dolgokról van szó, nem csak álmodozásokról, és itt gyümölcsözik, kivirágzik valami számodra, hiszen megvan köztetek az egyhang. Ami összefűz benneteket, az itt látható ezen a képen, a zöld szín utal a gyógyító erőre. Azon kívül itt a képen látható a szív csakra, és itt szerelemről és érzelmekről van szó kettőtök között. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!